érkezzünk meg Fehérvárra. Hát az van, hogy beszélve volt a központ, motorkerékpár, így hozzánk tartozott Fehérvár is, Mór is. Hát jöttem felvásárlóként, jöttem Mórra körülnézni. És Fehérvárra mi kellett keresztül menni. Hát ugye első benyomásom Fehérvárról, ezt is leírtam a könyvbe, hát elég mulatságos volt, mert kerámia kővel volt lerakva, sárga kerámiával a piactér rész. És a piactér egészen a Vörösmarty térig részben volt a piac, utána meg a gabonapiac. Hát tele burgonyás kocsikkal, gabonás szekerekkel, ami elképzelhető, hát ugye az út meg tele lepényekkel. Hát azok között a sikos, hát valaki járt kerámia, pláne rajta a lepényekkel, hát ott elég nehéz volt még szalomozni is. A hági körül, volt hági, a szabadságétterem körül, hát bizony egy marhalapényt nem tudtam kikerülni, el is gyűltem. Hát szóval ugyanamikor végigmentem utána Fehérváron, szekerekkel, piaci napon, kocsikkal tele a főutca, Liszt-Ferenc utca, a főtér, szóval egész más kinézete volt. Tehát a hági előtt nem gondolta volna, hogy egyszer majd az lesz a hát második otthonam. Gondoltam volna, erre biztos nem. De és így, ez volt az első benyomásom Fehérvárról. Hogy jött a dolgozók étterme? Hát ugye Morfogem vállalatot még decemberben, vagy januárban, 50 januárban, vagy 50-es években elején áthelyezték Fehérvárra. Hát átjöttünk Fehérvárra, itt boldogan fogadták a vállalatot, kapott egy szép helyiséget, egy volt vendéglőnek, meg lett meg a vendégle, a borforgalmi. Csak nekünk az elég nehéz volt dolgozóknak, mert még romokban volt végig, meddig annyi is. Olyan harcok voltak itt a háború alatt, hogy még a helyreállítás közel se volt. Színházon kezdve itt elég romok, a lakói példák is romokban voltak. Elég nehéz volt albérletet keresni, de az sikerült. Szóval a lényeg az, hogy most ugorunk egy nagyot, ha szerkesztő úrnak a kérdése, hogy kerültem a dolgozók étteremébe. Ugye én fekete listás voltam, az eszkét, volt egy fekete lista, biztos tud róla. Akiket a származásuknál fogva nem tartottak alkalmasnak, hogy vezetők legyenek később, vagy központra dolgoznak, mert azok rajta voltak a listán, és ahogy jöttek ki az új emberek az egyetemről, főiskoláról, úgy cserélték le. Hát 56 tavaszán érám is rám került a sor. Semmi bajom nem volt, meg voltak fel teljes békességben, személyzeti osztály vezetője is, főnökeimmel is, mint Pertuba is jó viszonyban voltam, bejön a személyzeti vezető, és közli velem, hogy tudom, hogy fekete listán vagyok, rám került a sor, akkor rém lett bennem, te jó Isten, ezek a többiek hogy tűntek el? Úgy szépen lassan már csak rajtam kívül, hogy az a ugyan Rauscher Joli volt, aki a laborban dolgozott, ő volt a labor, ő vezette a labort, akkor már borász voltam, és ma akkor ugye évek elteltek, és elfelejtették az első ellenőrzési utamat, utána pincékkel jó viszonyt, mint borász, jó viszonyt alakítottam ki, pincelettőtől a dolgozótig, nekem senkivel nem volt, nem akar, ez a könyvben elégére van írva. Senkivel nem akartam összeütközésbe kerülni, és mind égbe a villámcsapásért közlik velem, hogy keresek magamnak helyet. Hát én alig dolgoztam Fehérváron, mindig kimondom a pincéknél. Kiment hétfőn, nekiindultam, meg volt a tündap kerékpárom, azzal jártam a pincéket, én állítottam össze a borokat, szóval mint borász dolgoztam kint. De aztán nem csak ugye a pincéket be is kellett rendezni, hordókat kellett venni, akkor volt olyan időszak, amikor én nekem szerencsém volt, mert jó apámnak rám oda az a Kádár üzem is volt, borkereskedéshez. Kádár, és minden egyes munkafázison, engem még a 45 előtt, mikor otthon voltam nyáron, akkor nem szabadságon voltam, különböző dolgoztam az üzletbe. Többek között, ami a Kádár ujjájban is. Úgyhogy legjobban én értettem az igazság a Kádár szakmához. És volt akkor egy olyan lehetőség, vagy ki volt adva, hogy új hordók beszerzésére ugye be kellett szerezni, azokat javítatni, tehát föl kellett építeni egy egész Kádár
részleget. Ki lehet volna annak a vezetője mindében, más nem értett hozzá. Milyenlás. És hát orrászkodtam Kádárba, és borok a kordok vásárlásában engem is engem visszak meg. Az annyit jelentett, kiadtak egy limitet, hogy meddig lehet elmenni, azon belül én állapodtam meg, tessék elgondolni, hogy ki macekoktól mennyiért veszem meg a bort, vagy a kordot. Milyen korrupciós lehetőség ez. De akkor elég jól kerestem, féltettem az állásomat, eszem ágába se jutott összejátszani, akár Kádárral, akár magánszemélyekkel. És minden negyed évben volt az igazgatóknak értekezlete. És hallom ám, hogy nagyon kedves lett velem utána az igazgató, és mindig érdeklődött, hogy mennek a Kádár munkák, hogy mennek a felvásárlások, mind vannak, és nagyon kedves volt. És kisült, hogy ezen az értekezleten szinte minden borforgalmi vállalatnál felfedeztek korrupciót. Vagy a Kádárokkal játszottak össze, vagy a hordóvásárlásnál magad mazajokkal, csak nálunk nem volt soha probléma. Így aztán, hát elég nagy tekintélyem lett egyébként, azért lepett meg, hogy márról holnapra ugyanakkor meg fölmondanak. És még az is kell, hogy mondjak, mert hozzátartozik a későbbiekhez, hogy a főkönyvelőnk kettközbe borforgalmitól bevitték a megye, főjebb emelték, a megyei tanács kerosztályának lett a főkönyvelője. És ő már csak úgy írt végén számlákat, úgy fizetett ki, ha az én cignom rajta, hogy fiat fizethető. Tehát ő is tudta, hogy mennyi probléma van a többi vállalatnál, csak abban, ha én elmentem szabadságra, addig nem volt fizetés se a hordóvételé, se a Kádár számláknál, amíg én rá nem írtam, hogy ez a pénz mehet, és aláírtam. Hát ez egy fogózkodom volt, ő már akkor a megyei tanácsnál dolgozott, és elmentem ő hozzá. És elmondtam neki, hogy hát ő úgy is tudta egyébként, hogy már amikor nincs vállalat a vezető és a főkönyvelő, azért tisztában volt, hogy ki milyen származású, meg pedig réget ismerték. De egy nagyon rendes ember volt, azt kell mondanom, a Tóth János, és megsajnálta az igazság, de mondta, hogy hát így nem tudok segíteni, mert hát borszakmába, a borforgalmin kívül hol lehet elhelyezkedni. Próbálj meg egy más vállalatnál, esetleg a más borforgalminál, hát ott fölvesznek. Így is történt? Nem. Tehát az az érdekes. Ugye az volt, hogy de János, akkor eljöttem, van nekem még egy szakmám. Van szakmád még egy borászon kívül. Mert az egy külön, hogy Amperegő intézetben dolgoztam, azért elég beledolgoztam magam a borászatba. És én vendéglátómester vagyok. Te vendéglátómester vagy? Hát a borfogóban nem kellett előbeszélni, nem volt rá szükség. Tudod, letettem a mestervizsgát még 47-ben, és meg volt a mesterlevelem. Hát ha mesterre, ha te vendéglátós vagy, hát a vendéglátóra annyi probléma van, te annak hiánya, állandó, nincs üzletvezetőjük. Hát én ott biztos tudok segíteni, és hozzánk tartoznak. Gyere vissza 3 nap múlva. 3 nap múlva visszamentem, el van intézve, fölvettek a vendéglátóhoz, menj a személyzeti osztályra, ott várni fognak. Hát így lettem vendéglátós. Elmentem, ott a személyzetén közölték velem, hogy a dolgozók éttermének a vezetője lettek. Hát gondolt, hogy megörültem neki, és hát később, mikor ezt megtudták a vállalatnál, borforgalminál, szaladtak a pártbizottságra, Sebes Gusztáv volt a labdarúgó válogatottnak a kapitánya, vagy a vezető edzője, az öccse, meg Székesfehérváron a pártbizottság első ember, az első titkár. Sebes, most László. László. És hát szaladtak be a Sebes elvtárshoz, hát hogy van ez, hogy nálunk nem lehet valaki borász, előadó, és a vendéglátó az elmélyött meg üzletvezető lesz egyszerre. És akkor közölte velük, ez volt 56 tavaszán, márciusában, hát már rég megszűnt a kulák fekete lista, megszűnt a kulák lista, miért ne lehetne? Szóval nagyon pozitív tanált hozzá.
Na, hivatnak az igazgatóhoz. Be. Hát, ejjaj, én nem mafla voltam, megmondtam, hogy van állásom. Hát biztos megfurtak most innen is, megkeresetek másik állást, mert le kell dolgoznom a felmondási időt. Hivatnak az igazgatóhoz. Bemegy be a borforgalom igazgatóhoz. Bemegyek, hát meglepetésem, ott a személyzeti vezető, ott a pártitkár, ott az igazgató. És kedvesen fogadnak. Na, hát nem tudtam elképzelni, hogy mit történt. És közlik velem, ezt egészet elmondják. És közlik, hát szó sincs a felmondásról, vissza minden, hát hogy nem maradhatnál, hogy nyugodtan maradhatsz, és dolgozhatsz velünk együtt, és vége a fekete listának, vége a kulák listának, tehát nem kell, nincs ilyen akadály. Nagyon meglepett a dolog, de az eszembe jutott, hogy két héttel ezelőtt úgy rúgtak ki, hogy két lábom se érte a földet, itt meg fölvettek a vendéglátónál, hát gondoltam, más azért, hogy gondolnak egyet egy hét múlva, azt meg kirúgnak, mert nem mehetek vissza a vendéglátóhoz. Úgyhogy megköszöntem, hogy kedvesek, visszatartanának, de én már mondtam át, akkor B-t is mondok. És így lettem vissza a vendéglátóhoz. És ez elkezdődött egy sikertörténet. Hát igen, de ott meg azt, ha megengedezni, elmondanám, hogy aki ismerte az akkori elszámolási viszonyokat, mikor én átvettem a dolgozók éttermét, persze először a kollégáim le akartak beszélni, meg vette bolondulva, tudod, mivel a vendéglátónál csalnak, lopnak, ott minden van, ezek a kollégáim voltak a borforgalomnál. Hát mindegy, nem enged, majd nem, én elvállaltam, majd meglátjuk. Mikor oda megyek, átveszem az üzletet, aki előttem volt az elődöm, nem akarom nevét mondani, mert ismerős esetleg. Fehérváron, vagy valójában nem is, de a családja itt van, úgyhogy nem mondok nevet. Rám nézi, na, satszolok magának két hónapot, hogy úgyis én is ágyba vegyek át. Az elszámolás nem forintba történt akkor, hanem mennyiségbe. Tessék elképzelni, ahány likőrféleképp, ahány pálinkaféle, ahány borféleség, minőségi bor, hordós bor, palackbor, az minden, üvegekről, göngyöregekről, szódavízről, mindenről külön kellett mennyiségek elszámolni, szigorú elszámolásra, ami annyit jelentett, ha több lett volt, azt tudomásul vették, a hiányt megfizetni kellett. Ha valaki ebbe belegondol, hogy itt ezt csinálni, szinte lehetetlen. Hát én úgy oldottam meg, hogy két központi dolgozó volt, aki az üzletnek végezte az elszámoltatását. Én ugyanazt a tablót megnéztem, mit csinálnak, hogy van az egész, átnéztem, hogy rezultál után. Ugyanazt a metódust, formát, ahogy ők csinálták a központban, én is elkezdtem csinálni. Tehát még egy párzamos könyvelést vezettem. Ha le, ketten voltunk vezető, volt egy helyettesen volt, reggel 6 órakor nyitott a söntés, és a bár délután éjjel 2-kor zárt. Ketten voltunk hozzá vezetők. Tessék elképzelni. Reggel bementem a 3-asztalra dolgozni, ben voltam este 8-ig vagy 7-ig, akkor nekiálltam adminisztrálni, csinálni a könyvet, és hazamentem 10 órakor, meg fél 11-kor. Az eredmény, minden hónapban egyeztettem a központtal, nekem is meg volt tablom, még a göngyöktől, a szódától, ha valaki egy fröccsöt ivott, vagy egy kis fröccsöt, kapott borkot egy deci szódáról és egy deci borról. Mert mennyiségi elszámolás most nem forint elszámolás volt. Mikor megjött a szegény Jostási Józsi bácsi, nem tudom, valaki ismeri nevét, tévében mosolják, rettent, ez a nagyon rendes ember volt. Ő volt az ellenőrünk. És mikor megfölvették a leltárt, elkezdett egyeztetni a Józsi bácsi, egyre jobban megdöbbent. Minden teljesen egyezett. Úgyhogy a fehér vermutos üvegtől, a vörös vermutos üvegtől, a rajnai palaktól, szóval minden egyetlen nem volt leltárhiány. Volt aztán, azt nem akarom, hogy kaptam el, de hogy szilágyítottam meg az egész. Menjünk tovább. Egyenes út volt, hogy előbb-utóbb keresnek egy olyan helyet, ami egy kicsivel jobb minőség, tehát hogy kipróbálhassa magát egy következő lépcsőfoknál. Nem, egész más volt. A vízügyinek volt, a volt köztársaság mozival szembe, most ott egy parkoló volt, ott volt a vízügynek egy épülete. És ott volt a dolgozók étterme is.
szép kert helységgel, akkor még jobb oldalt nem volt meg, ott van Zsuzsanna forrás, biztos. Igen. Attól jobbra van egy új épület, még az is a kert helységhez tartozott. Úgyhogy egy 300 fős kert helység volt ott előfizetővel, és a vízügy követelte vissza a vállattól az épületet. Úgyhogy 56, még most történt megegyezés a pártbizottság jóváhagyásával, hogy a vendéglátó visszaadja az épületet a vízügynek. Így az üzletet be kellett zárni. Közölték velem, tudom, augusztus elején, de megeszerelt át kellene az üzletet, akkor különböző elképzelések voltak, hogy hova, szó se volt arról, hogy fölmondnak nekem. Volt, hogy csinálunk egy borkóstolót, amiből aztán miután vége, meg volt a leltártán szeptember 15-én, akkor befejeztük, és annyi túlóránk volt nekünk, hogy ketten voltunk, ugye, hogy több mint egy hónap szabadságom lett, hogy elmentem szabadságra. Tehát én szeptember 15-től tulajdonképpen szabadságon lettem a november közepéig körülbelül. De igen, ám de közben volt 1956. október 23-a. Tessék, elképzelni, otthon voltam szabadságon. Én tulajdonképpen a vendéglátónál pár emberen kívül nem ismertem senkit. Szegény édesanyámtól ki akarták telepíteni, azt mondták, hogy ha nem viszel egy héten belül, vagy édesanyámat, akkor az Alföldre kitelepítik. Egy 20 kilós csomagot vihet magával, mondta a tanácsa, vagy az elnök, nem tudom, minek hívták akkor tanácselnök, vagy mi volt akkor, már nem emlékszem. Szóval a lényeg az, hogy el kellett hoznom Fehérvárra, olyan szerencsé, hogy kaptam albérletet, és albérletből lakott. Most, mikor szabadságon voltam az időben, albérletben mentem meglátogatni. Ahogy jövök ki tőle, ott volt a helyiség, abban az udvarban volt a borforgalomnak a javító részlege, a gépkocsi javító részlege. Onnan jön a pártitkár ki, és üdvözöl. Hallottad a hírt? Nem milyen hírt. Forradalom van Pesten. Ugye van, nem, milyen beugratás. Nem beszélj a bolondokat. Így tudtam meg, hogy Pesten forradalom van, hogy a borforgalmi pártitkára közölte ezt velem. Hát csak kapcsolatban a rádiót, nem még látod, mi van Pesten. Tehát utána letelt a szabadságot, nem akarom most különösenben beszélni, sokkal részletesebben, meg jobban megírták azt, illetve a saját tapasztalatomat a könyvben, amit akkor, ahogy végigírtam az egész 56-ot, jelentkeztem a vállalatnál. Hát persze ott is olyan fölfordulás volt, és mondták, közölték velem, hogy menjek csak nyugodtan haza, majd értesítenek, hogy mi lesz a sorsom. Hát én visszamentem, és tovább otthon vártam. Egyszer december közepén kapok egy ajánlatlevelet, amivel közlik velem, hogy a szabadság étterem vezetésére leszek, és azt fogom átvenni január 1-ével. Így készüljek. Így ha esetleg valaki nem tudná, ez a Hági. Hági, hát ott. És így lettem a Háginak a vezetője. Ott aztán volt lehetősége, hogy produkáljam, hogy eredményt éljek el. De Fehérváron akkor nem volt még színház, televízió, szó se volt, szórakozási lehetőség kevés volt. És a jóapámtól oda azzal láttam, hogy ő a színészeket hogy foglalkoztatta, hogy megoldotta a téli, meg a nyári üzemelésüket. Hát gondoltam én is, elmentem az Zorihoz, és megbeszéltem a színészekkel. Nem önnének le, akkor még Haknirut nem ismerték, mert akkor ebből alakult ki aztán később a Hakni. Igen. És nagyon jó viszonyba kerültem Németh Marikával, Rátonyival, Latabárékkal. Nekem más dolgom nem volt, megbeszéltem velük, hogy mikor lesz az előadás. Én fizettem ki őket, ők hozták hogy az Oritól a papírt, hogy mennyit fizessek, tehát le voltam fedezve. Elég jó gázsokat fizettem akkor két havi fizetésnek, vagy három, aminek megfelelő, de viszont úgy föllendült az üzlet, hogy a végén már minden hétvégén volt valami előadás. Csináltunk, ami összegődött, ami revűszerűen vacsorával. Az belépőjén nem kellett fizetni, vacsorát kellett fizetni. Valaki vacsorázott, műsort is látott.
És hát többször is ide növekedett a Háginak a forgalma. Innen kerültem a szájt, közölték velem 62-ben, én nagyon jól éreztem, ott olyan családi légkört kialakítottunk, szinte ott már meg volt oldva, hogy volt adminisztrátor, mert nekem már nem kellett adminisztrációt, vezették, ugyanúgy vezették a tablót, tudtak. Szóval nem akarom nézni, mert túl hosszú lenne az egész. Tessék inkább, amit kérdezni. Mikor jött a tanítás? Hiszen ez hát, nem különben fontos időszak. Hát ugye az volt, a Hágiban dolgoztam, és egyszerre Csapó Jenő bácsi, talán névről talán ismerős, ő volt akkor az igazgatója József Attila Gimnáziumnak, fölhívott és kérte, hogy keressen meg. Hát én meg voltam győző, hogy büfét vegyük át, mert ugye a szokás, hogy az lett a másik forgalomnövelő lehetőségem, hogy vállalatoknál, az építőiparnál, például most a Vörösmarty terem van, ott volt az építőklubja, annak üzemeltetését, iskolák büféit, meg át, felvállaltam, és mit csináltuk. Hát gondoltam, biztos valami rendezvény lesz a József Attilának, a gimnáziumnak, és azért hív a Jenő bácsi. Látásból ismertem, de személyesen nem ismertük egymást. Nagyon helyes ember volt, aki ismerte, és Csapó Jenő bácsi, tehát roppant helyes ember volt, az igazgató, és beszélgetünk, na azt a végén kisült, azért keresett, mert most létes alakítanak Fehérváron kereskedelmi iskolát, kereskedelmi iskola délután fog működni a József Attilába, délelőtt gimnázium lesz, délután meg kereskedelmi, és a szakmai tárgyaknál, áruismeretnél, felszolgálásnál számítanának rám. Hát engem nagyon meglepett a dolog. Mondta, el kell végezni egy tanfolyamot, és úgy tudnék tanítani. Aki vendéglátásban dolgozott, az tudja azt, hogy pláne olyan, amilyen tapasztalatai voltak a dolgozók éttermében, hát a Hágiban majd nem, mert ott nagyon jó kollektívánk volt már. De azért úgy éreztem, hogy a személy hiányozna ott. És mondtam neki, hogy Jani bácsi, tud erről egyáltalán a központ, vagy tud valaki arról, hogy én ezt... Hát ők ajánlottak, téged mondja nekem. Hát ez nem sikerült kiszúrni, hogy ezzel, hogy visszamondjam. Aztán mégis a végén azt mondom, hogy Jani bácsi, hát én úgy el vagyok foglalva. Nekem nincs időm arra most. Ugye, vagy egyet csinálom, vagy a másikat csinálom, mondom. Kettőt. De hát aztán láttam, hogy Jani bácsi megsértődött. Hát azt mondja, ha nem kell a disznótól, akkor nem kell. Nem csinálod. Láttam, hogy megsértődött. Hát megsértődött, nem akartam. Meggondoltam magamban, hogy hitelen, hát abba hagyni, később is abba tudom hagyni, hogyha bármikor fölmondhatom, elvállaltam. Ebből lett 25 év. Akkor ma áruismeretet, aztán üzletvezetés vezetőként felszolgálás, szakácsismeretet, cukrászismeretet, közben elvégeztem a főiskolát,